Sziasztok, Korec Márk vagyok a Gondoltam, gyorsan csinálok egy videót, mert már annyi kérdés jön a Infiré E3N és a Guide Track IR25 összehasonlításával a kapcsolatban. Most egy akciózás miatt nagyjából hasonló árba, vagy hát elég közel kerültek egymás az árban a, ez a két kamera. És hát most már szerintem napi szinten jönnek ö, érdeklődések, hogy melyiket érdemes venni. Annak idején készült egy hasonló videó az Infire E3N és a Guide Track, bocsánat, nem Trek, hanem a Guide, IR510 Nano 2 összehasonlításával. Ott az E3N jött ki szerintem legalábbis győztesként, hogy az jobb árérték arányú kamera. Egy kicsit drágább is volt akkor, mint a Nano 2, szerintem még most is az. Viszont most a, Guide-nak a Trek IR 25-je, -ja, ami egy magasabb kategóriájú kamera, az elég közel került az e 3 ez egy picit drágább nála. Kérdés, hogy jobb-e? Mindenki ezt a kérdést teszi föl. Úgyhogy az első öt érdeklődőnek még bőlére eresztettem a válaszokat privátban, de aztán úgy döntöttem, hogy egyszerűbb, hogyha csinálok egy videót erről, és ebben elmondom a lényeget. A, az Infirey e 3 ez még mindig egy zseniális kamera, ezért az árért, amennyiért árulják. Gyakorlatilag a képminősége, minősége, mármint a kép kontraszt, meg a kép élesség, az, az olyan, mint a, a nagy 6-7-800 ezres Infirei kameráké. Azért olcsóbb, mert csak 19mm-es, tehát nincs nagyítása, egy nagy látószögű kamera, illetve ugye kihagyták belőle a, a nagy kijelző, tehát egy ilyen pici kijelzője van, 720x540-es, azt hiszem a felbontása, illetve ö, nyilván nincsen se menü, se videó, se fotó, tehát minden ilyen úri huncutságot kispóroltak belőle, ezért tud, hogy ezért ennyivel olcsóbb, mint a, a nagyobb társai, de a képminőség, képkontraszt az, az gyakorlatilag ugyanaz. Ö, ez miatt bár így specifikációja alapján egy, egy szóróra szánt kamera lenne, de mivel ennyire szép képe van, még kétszeres nagyításon is tök jól használható, ezért én a vegyes-terepes kamerák közé szoktam sorolni, mert azért nem tudom, amikor teszteltem, azt hiszem, hogy még a tesztcikkbe is leírtam, hogy valami 800 méterig tudtam vele követni a a disznóta a vetésen, míg átváltott a szomszédba, és tényleg több száz méterre nagyon jól lehet látni a, az állatokat. Na most itt van nekünk ez a Trek IR25 Guide kamera. Ez ugyanúgy 17 mikronos, mint az E3N, viszont nem 19 mm, hanem 25, tehát már ez miatt is nagyobb a nagyítása. Igaz, hogy mivel nem 384x288 pixel felbontás, hanem 400x300-as, ez felbontásban minimális, viszont ezáltal egy nagyon picit nagyobb a, a szenzora, ez miatt a, a szokásos ilyen 25mm-es, 17 mikronos kis felbontású kameráknál egy nagyon picit nagyobb a látószöge. Ez annyira nem lényeg, csak úgy mellékesen megjegyeztem. Tehát lényeg az, hogy már az optikája miatt nagyobb a látószöge, illetve nagyobb kijelző is van benne, akkora, mint a, a profi nagy kamerákban, ez a 1280x1024 pixeles felbontású. És ez is ugye a másik összetevője a nagyobb nagyításnak. Tehát panorámásabb is vele a, a nézelődés, illetve maga az optikai nagyítás is jobb. A Guide-nak az érzékenysége egy picivel gyengébb, mint az infiréjeké, ezért a kettő kamerának nagyjából megegyezik az észlelési távolsága, ami ebben a kategóriában szerintem így is nagyon jó. Tehát ebben nincs különbség a két kamera között, viszont nagyításban, kijelző méretben abban jelentős a különbség és a Guide javára. Illetve hát ugye ennek van nagyon profi fejlett menüje, tud fotót, videót, illetve be lehet állítani a, a, kép kontrasztot és a kép világosságot, meg a kép élességet is, meg a kijelző fényerőt is külön lehet uh, szabályozni, uh, illetve vannak ilyen preszetek is, ez a témamódoknak hívom őket, Nature, Highlight és Enhance-nek nevezik. Uh, ezek ilyen gyárilag előre beállított uh, kontraszt és világosság arányok, amiben bele is nyúlhatunk. Ezek közül kettőt, hogyha belenyúlunk és egyformára állítjuk a világosságot és a kontrasztot, akkor tök forma lesz, tehát ezeket fel lehet fogni úgy is, mint pulzárnál szokták hívni user módnak, hogy a felhasználó egyedi beállítására használatos tárhely vagy mentési hely, tehát ide letárolhatunk különféle saját beállításokat. Ami azért jó, mert uh, ugye black hot módban is más uh, a kamera képe, white hot módban, tehát a fekete és a fehér uh, módokban uh, különféle beállítások uh, állnak jól a, a képminőségnek. Uh, Inverse-be is működik egyébként, tehát hogyha világosságot emeljük, akkor a, a white hot képmód az fakul, vagy hát világosodik a Black Hotra meg épp ellenkezőleg hat negatívba, tehát ha emeljük a világosságot, akkor a Black Hot képmód az sötétedik. Lényeg az, hogy a kettőnek nem teljesen azonos beállítások állnak jól. Emiatt, hogyha valaki vegyesen használja a White hotot és a Black Hotot vadászat során, akkor el tudja menteni ezekben mondjuk a Highlightra az egyiket, a Nature-re a másikat, és akkor amikor vált hőképfajtát, akkor tud témamódot is egy gomnyomásra váltani, és akkor mindegyikre az lesz elmentve, ami az aktuálisan használt képmódnak jó. A harmadikra például el lehet menteni egy emelt kontrasztos képet, ami mondjuk ilyen ködös párás időben jó, tehát, hogyha ilyen időben megyünk ki vadászni, akkor nem kell annyit bincsizni a kamerával, hanem csak kiválasztjuk a harmadik ilyen témamódot, ahova korábban elmentettünk egy olyan beállítást, ami ködös párás időben, amikor kontrasztalanabb a hőkamerának a képe, ebben az ilyen körülmények között jobban működik. Ezt letároljuk, és akkor csak oda kell kapcsolni a kamerát, úgyhogy ezek eléggé ilyen... Fenszi dolgok, hogy modern szóval éljek, ilyen úri huncutságok, de teljesen kényelmes és használhatóvá teszik ezt a kamerát. Úgyhogy én mindenképpen eddig mindenkinek azt mondtam, hogy ha ez a kettő kamera közül kell választani, akkor aki a maximális teljesítményre és funkcionalitásra vágyik, az a, a guide-ot válaszza, meg ennek ugye a nagyítás miatt is. Jobban lesz használható nyíltabb terepeken, mint az E3-n. Akinek viszont egy balta egyszerűségű kamera kell, amit nem kell állítgatni, hanem automatán működik, bekapcsoljuk és használjuk, ellenben 15 órát tud az aksia, az az E3-n-et az infireitől, mert az meg ezt tudja. Az egy egyszerű kamera, világbajnok működési idővel, tehát ezeknek a guide-oknak ilyen 5-6 óra körülbelül egy töltéssel a használhatóságuk utána powerbankra kell kötni. Az E3N az meg a 15 órával olyan, hogy csak kihordjuk vadászni, és már azt se tudjuk, hogy mikor töltöttük utoljára, mire lemerül. Úgyhogy annak is azért megvan az előnye. De teljesítő a funkcionalitásban a guide az magasan jobb az infirénél. Egy megjegyzés még, hogy ezeket a guide tudni kell beállítani, ez elsőre nem biztos, hogy menni fog, ez most igyekszem egy kis segítséget adni. Volt olyan érdeklődő, aki szintén ezt a kérdést tette föl, mondtam, hogy érdemes szerintem váltani, ha már váltani akar, érdemes váltani az IR25-re. Eladta az e 3 vett egy, egy guide-ot, és azt mondta, hogy hát jó, jó, ez a nagy kijelző, meg jó az új funkciók, amiket tud, de azért a képe az fasorba sincs az infiré szép éles kontrasztos képéhez képest. És akkor adtam neki egy pár tanácsot, hogy hogyan érdemes ezeket a guide beállítani, és rá egy vagy két napra jött a levél, hogy nagyon köszöni, zseniális ez a kamera, imádja, és most már nem bánja, hogy váltott. Semmi ördöngőség nincs egyébként benne. A menüjében van egy Image Adjustments, vagy Image Enhancement, valami esmi, azt hiszem Image Adjustments nevű menüpont, ez az első a menüjében, ott lehet a képet mahinálni, és ott az első menüpont, az Image Enhancement, az egy ilyen bekapcsolható képélesítés, olyan, mint a Pulsárnál az Image Boost, amit nemrég vezettek be ezeknél a kameráknál. Ezt érdemes bekapcsolni, onra állítani, mert ez egy picit élesít a, a kamera képén, ami, amivel már úgy felzárkózik az infirének a képélességéhez. Egy rossz hírem van, hogy a régebbi gájdok -ok ezt megjegyezték, ezt a beállítást. Mostanában, amiket lehet kapni a boltban, nem tudom, hogy mit csinált a guide, hogy, hogy ilyenek lettek a kamerák, de standby módnál, tehát amikor csak altatjuk a kamerát vadászat közben, akkor még nem kell ezzel foglalkozni, miután bekapcsoltuk. Viszont, ha kikapcsoljuk a kamerát vadászat végén, és legközelebb kivisszük, akkor újra be kell kapcsolni, mert elfelejti, ezt az egy beállítást felejti el, minden mást megjegyez, de valamiért ezt kikapcsolja magától, ezt a képélesítést. Úgyhogy erre érdemes mindig odafigyelni a vadászat során. A másik beállítás, ez a Brightness és Kontraszt módok. Ezeket én az alacsonyabb régiókban szoktam használni. Úgy lehet, hogy egy picit kevésbé kontrasztos a kamera, viszont sokkal részlettelibb lesz, tehát nem feketednek be az állatok teljesen, és nem lesznek ilyen pacák, hanem hanem egy kicsit olyan szürkések lesznek, és jobban látszik a, a kontúrjuk, jobban látszanak a lábak a nyak. Felismerhetősége a vadnak javul ezáltal, meg a, a növényzet és a fák is egy kicsit kiélesednek ettől a beállítástól. Ezt ki kell kísérletezni, hogy kinek mi a szimpatikus, ugye lehet állítani külön a brightness külön a kontraszt, hogy a kettőnek milyen aránya jön be valakinek, azt, azt ki kell kísérletezni a vadászatok során. Én mind a kettőt 50% alatt szoktam használni. Különösen a kontrasztot szoktam alacsonyan tartani, azt tényleg csak egy ilyen ködös párás időre szoktam megemelni. A Brightness-nél meg nyilván Black Hot módban fordítva működik, tehát ott bátran fölnyomom 50% fölé, máskülönben nagyon kifakul a, a fekete hőképnél, a, ugye olyankor a táj fehér lesz. Jobban is vakít éjszaka, meg részlettelenedik. Hogyha emeljük a Brightness-t, az ugye sötétítőleg hat a, a Black Hot hőképre, akkor egy kicsit nyugtatóbb lesz a szemnek is, meg, meg több részlet megjelenik a tájon. White Hotban meg épp ellenkezőleg ott meg 50% alatt szoktam tartani, akár ilyen 10-20-30%-on, mert ott egy tök jó ilyen éles részletteli képet kapunk, hogyha be van kapcsolva ez a Image Enhancement menüpont. A három témamód közül azt hiszem, hogy talán a, vagy a Highlight, vagy az Enhanced az, ami egy kicsit különbözik a többitől. Az Enhanced még egy apró élesítés talán még rátesz a, a képre, tehát aki arra vágyik, az, az, még nyugodtan oda kapcsolhat, és azt használhatja. Úgyhogy azt hiszem lényegében ennyi. Ugye, mint mondtam, ezekben van wifi, van fotó, videó, telefonos applikációra átmenthetjük. Tudom, hogy sokan mondják, hogy nekem nem kell videó, nekem nem kell fotó, de higgyétek el, úgy is rá fogtok szokni, hogyha van a kamerában ilyen lehetőség, hogyha az ember lát valami szépet vagy érdekeset vadászat közben, azt uh, mindenki előszeretettel rögzíti fotó vagy videó formájában. A Guide-nál egyébként a fotót annyira ne erőltessük, mert nagyon könnyű berázni a kamerát, és életlen lesz a kép, egy hosszú záridővel dolgozik de a videó így gyönyörűek ezeknek a kameráknak, és meg lehet mutatni ismerősöknek, hogyha láttunk valami érdekeset. Én a guide-ra szavazok, hogyha a kettő közül kell választani, hogyha a teljesítmény a lényeg, hogyha az egyszerű kezelhetőség és a világbajnok aksi idő, akkor meg inkább az infirei. Úgyhogy lényegében ennyi. Vadászatra felsziasztok!